Erdei L. Tamás író-filozófus, sportfüggő, hollywoodi filmekben pedig kaszkadőr. A nyelv szeretetét édesanyja oltotta belé, ezt igyekszik továbbadni a hallgatóságnak, a könyvekre pedig úgy tekint, mint egy nagy utazás. Sziasztok! Szerelem, vitézség és hit. Ezzel a szép hármas egységgel köszöntelek benneteket a mai irodalomórán, akinek pedig a verseket köszönhetjük, az nem más, mint Balassi Bálint. Balassi Bálint a 16. század gyermeke, és alig 100 költeménye úgy világlik ki a 16. század több mint 1600 régi magyar verséből, mint ahogy az üstökös fénycsóvája az álló csillagok közül. Balassi életében folyamatosan szerelmes volt, mélyen hitt Istenben, de életét a misztikum is körüllengte. Balassi Bálint nevét régebben Balassa Bálintnak mondták. Voltak, akik úgy vélték, hogy tulajdonképpen Balázsinak kell kimondani ezt a régi családi nevet. Ő maga is különbözőképpen írta saját nevét. Lehetséges, hogy a kiejtés az idők folyamán módosult, de a család mindig ugyanaz volt. Erőszakos, önző, köpönyegforgató nagyurak egymásra következő nemzedékei. A 16. század a régi magyar irodalom, a régi magyar költészet százada. Ez az első század, amikor igazán magyar nyelvű versek születnek, hiszen ahogyan bizonyára emlékeztek rá, az elmúlt órán Janus Pannoniusról beszélgettünk, és Janusnak egyetlen sora sem született magyarul. Hiszen a 15. század, Mátyás százada még a latinitás kora volt. Az 1500-as években azonban megszületik az, amit úgy hívunk, hogy régi magyar költészet. Balassi Bálint ennek a kornak a gyermeke, és nem csak a 16. század kiemelkedő reneszánsz egyénisége és főura, hanem az első igazi, klasszikus magyar költőnk. Valóban kiemelkedik az ő életműve, amint egy 1600 magyar nyelven írt régi magyar versből, formai újításait tekintve és témáit tekintve is. A költő 1554. október 20-án született Zólyon várában, ahol édesapja Balassa János várkapitány volt. Kitűnő neveltetést kapott, kora egyik híres, hírhedt családjának, a Balassáknak, vagy más néven Balassiknak a gyermeke volt. Igazi, ellentmondásos főúr, művelt reneszánsz egyéniség, ugyanakkor rablólovag, perek hőse, folytonos hősszerelmes, végvári vitéz, törökverő katona. Életében többször Lengyelországba kellett menekülnie, és bizonyos szakaszaiban a sorsának mindenét elvesztette, perek között fuldoklott, és egy bizonyos időben még az Amerikába való diszidálás gondolata is fölmerült benne. A Balassák igazi rossz hírű főurak voltak, és úgy váltogatták vallásukat és politikai hozzáállásukat, mint más a fehérneműt. Balassi János felségárulási perbe keveredett, ártatlanul ugyan, de börtönbe került, ekkor a tizenéves költőnek a családjával együtt Lengyelországba kellett menekülnie. Édesapja kalandos szökés után követte őket Lengyelországba, majd amnestiát kapva, illetve tisztázva magát a vádak alul, Habsburg hű főnemessé vált. Hogy bizonyítsa a császár hűségét, fiát, a fiatal Bálintot a Habsburg hadseregbe adta, aki ekkor még alig 20 évesen Báthori István erdélyi fejedelem ellen vonult hadba. Azonban alig lépte át a határt, azonnal fogságba esett, és Báthori annak ellenére, hogy hadifogja volt Balassi Bálint, nem hadifogolyként, hanem barátként, sőt, szinte a fiaként kezelte. Balassi egyébként nem csak Báthoritól tanult, hanem a Balassák udvari papja volt, akkor leghíresebb prédikátora, legnagyobb hatású teológusa és kiváló költője Bornemisza Péter is. Bornemisza Péter, aki egyébként évekig a Balassák udvari lelkésze volt, kora legnagyobb humanista gondolkodója, legnagyobb hatású prédikátora, hittérítő szónoka és humanista költője is volt. Tehát kiváló nevelést adott Balassi Bálintnak, az ő tanítványának. 1578-ban ismerte meg és hódította meg későbbi nagy szerelmét, Ungnát Kristófné Losonci Annát. A későbbi horvát bán felesége kezdetben viszonozta a költő szerelmét, évekkel ezután azonban megromlott kapcsolatuk. Balassi nem követhette őt Horvátországba, ahová férjét kellett követnie Horváth Bánnál történő választása miatt. Ott kellett maradnia Egerben, és az egri vitésséget gyarapította, egri végváli katonaként szolgált évekig. 1584-ben úgy próbálta meg anyagi ügyeit helyrehozni, hogy érdekházasságot kötött első unokatestvérével, Dobó Kristinával, és emiatt érdekből katolizált is. A mélyen vallásos katolikus Dobó István egri várkapitány lánya volt Dobó Kristina, azonban Balassi a rá jellemző főúri virtussal elfoglalta a hozományként felajánlott sárospataki várat, ahonnan másnap rögtön ki is verték. Balassi innentől kezdve egész életét pereskedéssel töltötte, miközben bejárta fél Európát. Feleségétől hamarosan elvált, ez a házasság nem volt sikeres, és egy ideig Érsekújváron szolgált, de innen is mennie kellett, hiszen beleszeretett a kapitány feleségébe. Vakmerő házassági reményeket táplált az időközben özvegyült Losonci Annával szemben, ő azonban ridegen elutasította a költőt, aki ekkor egyre inkább kezdett lezülleni. 1590-ben ismerkedett meg Veselényi Ferenc feleségével, Szárkándi Annával, akivel ismét csak szerelmi kapcsolatba keveredett. Ennek köszönhetjük a célia verseket. 1591-ben Báthori udvarából, mindenéből kifosztva hazamenekült Magyarországra. Előtte még megírta az Adj már csendességet című Zsoltár parafrázist, ami az egyik legszebb magyar istenes vers egészen Ady Endréig. Innentől kezdve már a lecsúszás jellemzi az életét. 1594-ben beáll a 15 éves háború egyik első csatájába, Esztergomban lesz végvári vitéz, ahol halálos sebet kap, egy szakállas ágyú golyója átlövi mindkét combját. Megmenekülhetne ugyan, hogyha amputálnák a lábát, de ezt visszautasítja, és élete utolsó 12 napjában, haláltusája során Dávid 51. bűnbános zsoltárát fordítja, mellette hűségesen teljesít szolgálatot fiatal tanítványa és titkára, Rimai János, aki később a Balassi epicédiumban, mint Krisztus katonáját, Miles Christit, Atléta Christit teljes glóriájában festi meg a bűnbánó költőt, Balassi Bálintot. Balassi Bálint ilyen tudattalanul kötődött a 3-as, 33-as és ezeknek a számoknak a többszöröseihez. Hogy Balassi Bálint tudatos költő volt, és hogy a reneszánsz, mindenek előtt az olasz reneszánsz nagymértékben hatott rá, azt bizonyítja az 1874-ben megtalált kéziratos Balassa kódex is. A tervezetben az akkori számisztika szerint a 3-as szám uralkodik. A gyűjtemény első része a költőnek a házassága előtt írt 33, a második része a házassága után alkotott szintén 33 szerelmi és vitézi énekét tartalmazza. Valószínűleg ezek elé szánta az istenes versek 33 darabját. Balassi 33 éves korában, vagyis a krisztusi korban kezdett hozzá e terv megvalósításához, és ekkor gondolta ki az úgynevezett Balassi strófát, amelyre szintén a 3-as száma jellemző. Döbbenetes, hogy mennyire meghatározza a 3-as szám Balassi Bálint életét. Kezdve azon, hogy a születési dátumában a 1554-nek a végeredménye a 6-os, a halálának a száma 9-es, a nevének a száma szintén 9-es, az öccse születése 6-os számra végződik. Balassi ekkor 9 éves. Akkor az apját, amikor letartóztatták 1569-ben, a végeredmény ennek a számsornak a 21, és ez is összeadva szintén a 3-ast jelenti. Ami ennél is döbbenetesebb, a szerelmeinek a neve szintén. Tehát Losonci Annánál a Losonci név számértéke összeadva 9-est ad ki, az Anna névnek az értéke 3-as. Hát ez is 93-12. Aztán ott volt a másik végzetes szerelem, Dobó Kristina. A Dobó névnek a számértéke 4-es, a Krisztináé 8-as, 4 a 8, 12, ott is a 3-as. Az ő nevéhez fűződő Balassa strófa tulajdonképpen egy olyan formai újítás, amely teljesen megtöri a 16. századi régi magyar költészet izoritmikus, izorímes tradícióját, valószínűleg trubadúr eredetű. Nézzük meg egy konkrét példán, egy strófán ezt a szerkezetet. Király méltóság, tisztesség, nagyjószág idővel mind elvesznek, nagykövek hamuvá, s hamu kőszikláván nagy idővel lehetnek, jó hírnév, dicsőség, angyali nagy szépség idővel porrá lesznek. A képlete pedig A6-A6-B7, C6-C6-B7, D6-D6-B7, ami úgy áll össze, ami azt jelenti, hogy ugye a hatos, a számok jelentik itt ugye a szótagszámot, a betűk pedig a rímelést, vagyis a balassi strófa lényege, hogy azonos, azonos, más, azonos, azonos, más, azonos, azonos, más, és ez háromszor, tehát egy 9 soros strófáról beszélünk, vagy hogyha máshogy tördeljük, mert lehetséges máshogy tördelni a verssorokat, akkor egy 3 soros strófáról, amelynek 2 belső ríme van. Azért érdekes a balassi strófa, mert a variabilitás az teljesen idegen volt, ismeretlen volt eddig a régi magyar költészetben, ő hozza be ezt a fajta szinte matematikai képletet a magyar költészetbe. 3 vagy 4 féle elképzelés is létezik arról, hogy milyen forrásai lehettek. Az egyik a tes latin, az az új latin forrás, vagy trubadur hatás lehetett, feltehetőleg trubadur költőktől tanult. A másik a tes liturgique, ami a középkori himnuszokra, szekvenciákra, zsoltárokra, Mária himnuszokra vezeti vissza ennek a strófának a szerkezetét, illetve az egész életében fordított horvát és török virágénekeket. Ezek is sokkal variábilisak voltak, mint a régi magyar költemények, úgyhogy ez is lehetett a forrása. Zeneinek hatnak ezek a sorok, és feltehetőleg dalkísérettel, énekkísérettel, hangszeres kísérettel adták ezt elő, de ahogy Arany János mondta, balassi versei még nem igazán dalszerűek, bár abban a korszakban mindent zenével adtak elő, és mindent énekeltek. Azért ne bánkodjál, én jó vitéztársam, ürülj minden gondoktól, eléggé hordoztuk, heában a sok út, legyen már tőlünk távol. Mostan ígyunk, lakjunk, vigadjunk, táncoljunk, távozunk bánatunktól. Lenne valakiért, aggasztaljuk volt mi, inkább ifjú éltünket, kiből azt sem tudjuk, hol és mely órában kiszólítnak bennünket. Kivel mit gondoljunk, ha Isten jó urunk, ő mindennel jól tehet. Aggasztaló bánat, bunkszerző szerelem, távol légyen mi tőlünk. Jó horokkal öltök, aranyas pohárok járjanak mi közöttünk, mert ez napot Isten örvendetességre serkengeti fel nékünk. Mert ez napot Isten örvendetességre serkengeti fel nékünk. Balassi egész életében írt istenes verseket, és ez az, amiben igazán eredetit és maradandót alkot egészen Ady Endre istenes énekei, istenes verseig. Ugyanis amikor katonai éneket ír, végvári vitézi énekeket ír, akkor elsősorban trubadur, provanszál mintákat követ, például Bertrand de Born szírventészeit. Amikor szerelmi énekeket ír, Júlia, Célia, Fulvia versek, Anna versek, akkor elsősorban az európai hagyományokat, főleg az olasz, neolatin mintákat, petrarkista, újplatonikus mintákat követ, de amikor az istenes énekeket szólaltatja meg, akkor egészen személyessé válik a hangja, valódi bűnbánat, valódi szenvedés hat át rajta, és valódi személyesség. Balassi istenes versei tehát különlegesek. Valódi személyesség szólal meg bennük, ami egyrészt Bornemisza hatása, másrészt valódi hite állhat mögötte, és amikor úgynevezett válság korszakait éli, akkor ezek az igazi, közvetlen, személyes hangok, Istennel való közvetlen személyes kapcsolat és a személyes hang szólal meg benne. Ennek a legfőbb mintái egyébként Dávid Zsoltárai, amelyek közül, ahogy már említettem, az 51-est maga is lefordította, Dávid bűnbánó Zsoltárát, amiből most egy néhány strófát idéznék. Könyörülj rajtam én, Istenem, a te kegyelmességed szerint, irgalmasságodnak sokasága szerint töröld el az én bűneimet. Egészen most ki engem az én álnokságomból és az én vétkeimből, tisztíts ki engem, mert ismerem az én bűneimet, és az én vétkem szüntelen előttem forog. Olyan, mintha Balassi írta volna, vagy Balassi istenes versei olyanok, mintha Dávid király írta volna ezeket. Nézzük meg ezt egy konkrét példán, a leghíresebb, talán legszebb, Adj már csendességet kezdetű versén. Adj már csendességet, lelki békességet, mennybéli úr. Bújdosó elmémet, ód bútó szívemet, kit sok kín fúr. Sok ideje immár, hogy lelkem szomjan vár mentségére. Őrizd, ne hadd, ébrezd, haragod ne gerjezd vesztségére. A költemény keletkezési hátteréről csak annyit, hogy 1591-ben íródott, még Lengyelországban, a hazatérése előtt, és a 40 éves kora felé járó költő szinte a halálra készül, szinte elbúcsúzni készül az élettől. Ez egyébként az egyik legszemélyesebb hangú, legbensőségesebb költeménye. Adj már csendességet, így kezdődik a vers. Adj már csendességet, lelki békességet, mennybéli úr, és közben írom föl a képletét is, amely egy egyszerűsített balassa strófa, A6, A6, B4, C6, C6, B4. Bújdosó elmémet ód bútól szívemet, kit sok kín fúr. Sok ideje immár, hogy lelkem szomjan vár, mentségére. Őrizd, ne hadd, ébrezd, haragod ne gerjezd, vesztségére. Ugyanez a rím és ritmus képlet ismétlődik a következő verszakokban is. Nem kicsiny munkával, fiat halálával váltottál meg, kinek érdeméért most is szükségemet teljesíts meg. Irgalmad nagysága, nem vétkem rúdsága, feljebb való, irgalmad végtelen, de bűnöm égtelen, s romlást valló. Jó voltod változást, gazdagságot fogyást, eresztheti engem, te szolgádat, mint régen sokakat, ébresztheti. Nem kell kételkednem, sőt, jót reménylenem, igéd szerint, megadott kedvesen, mint ígérsz kegyesen, hitem szerint. Aláhúzom a hangsúlyos kifejezéseket. Nyisd fel hát karodnak, szentséges markodnak áldott zárját, add meg életemnek, nyomorult fejemnek letört szárnyát. Repülvén áldjalak, élvén imádjalak vétek nélkül, kit jól gyakorolván, halljak meg nyugodván, bú-skín nélkül. Menjünk vissza a vers elejére. Tulajdonképpen maga a retorikai szerkezete a versnek nem újdonság, de ahogyan Balassi előadja, amilyen személyes, igazi bűnbánattal és zsoltáros könyörgéssel az egészen új hang, nem csak a magyar költészetben, hanem szinte az egész európai költészetben. Mi a retorikai szerkezete? Kérés, indoklás, vagy retorikai alátámasztás, érvelés, és aztán megismételt kérés. Adj már csendességet, lelki békességet, mennybéli úr, itt a már szó fejezi ki a türelmetlenséget, a régóta való várást, a régóta való könyörgést Istenhez. Bújdosó elmémet fejezi ki a költő szerencsétlen helyzetét, ód bútól szívemet, kit sok kín fúr, tehát a szenvedésből való megmenekülést kéri Istentől. Sok ideje immár, hogy lelkem szomjan vár mentségére, tehát itt a vár ismét a várakozást, a türelmetlenséget, az időt fejezi ki. Őrizd, ne hadd, ébreszt, haragod, ne gerjezd vesztségére. Itt ébresztésre van szüksége az alvó lelkének, Istentől várja a segítséget ebben is. Nem kicsiny munkával, fiat halálával váltottál meg, kezdődik az érvelő szakasz, fiat halálával, azaz Jézus Krisztus, a messiás váltság halálára és messiási áldozatára hivatkozik, vagyis azt mondja, nem miattam, mert én tele vagyok bűnökkel, hanem Jézus Krisztusra, a megváltó halálára, a váltság halálra hivatkozással mentsél meg engem. Tehát a megváltásra hivatkozik, a megváltó műre hivatkozik. Kinek érdemért most is szükségemet teljesíts meg. Nem miattam, hanem Jézus Krisztus miatt. Utána következik az irgalom nagyságának az elemzése, az igére való hivatkozás, tehát itt a hit által való megigazulásnak az említése, még az érvelésben, és utána a végén a megismételt könyörgés, nyisd fel hátkarodnak, szentséges markodnak áldott zárját, add meg életemnek, nyomorult fejemnek letölt szárnyát, vagyis megismétli a kérést megváltoztatott formában, és a végén egy ígérettel zárja, repülvén áldjalak, élvén imádjalak vétek nélkül, vagyis a vétek nélküli, a megtisztult, a megszentelődött állapotban már ő nem fog vétkezni, hogyha Isten megsegíti őt, megváltja őt, teljesíti a kérését, akkor ő egy bűn nélküli szent lesz. Itt Ágostonra gondolhatunk vissza, Ágoston vallomás. Ezen a héten is e-mailen érkezett kérdések közül választottunk. Íme. Mit jelent az akrosztihon kifejezés pontosan, és miért alkalmazta a költő? Az akrosztikon szó szerint szórejtést vagy névrejtést jelent. Egyébként költői eszközként a strófák, néha a sorok első betűi, kezdőbetűket függőlegesen összeolvasva egy értelmes mondatot, kifejezést vagy nevet kapunk. Balassi gyakran alkalmazza ezt a költői eszközt, amikor szerelmeinek a nevét rejti el nem túl diszkréten a költeményeiben, de máskor saját magát is beleírja a versfőkbe. Így például egy másik ismert vallásos istenes énekénél, a Bocsáss meg Úristen kezdetűnél, ahol a strófák kezdőbetűit összeolvasva a Balassi Bálint T, valamilyen oknál fogva TH-val, Balassi Bálint T kifejezés olvasható. Ez egyébként együtt alkot értelmes egészet a vers címével, hiszen összeolvasva kapunk egy teljes értelmezést, vagyis Balassi Bálinté, úgy is kiegészíthetjük, hogy ez a vers, ez a költemény Balassi Bálinté, kiben, vagyis amiben bűne bocsánatjáért könyörgött, akkor, hogy házasodni szándékozott. És ezek is elhíresült sorok, és az istenes versek legszebbjei közé tartoznak. Bocsásd meg, Úristen, ifjúságomnak vétkét, sok hitetlenségét, undok fertelmességét, töröld el rúdtságát, minden álnokságát, könnyebbíts lelkem terhét. Nem véletlenül hangzik úgy ez, mint egy zsoltár, mint egy gyülekezeti ének. Ez egy énekelhető, valóban ez egy énekelhető vers, és hasonlót a protestáns templomokban gyakran hallhatunk egyébként, de hadd utaljak itt vissza ismét Dávid Zsoltáraira, hogy mennyire azonos gondolatritmus szerint dolgozik Balassi az istenes énekeknél. A 25. Zsoltárnak a 7. szakasza hangzik így: ifjúságomnak vétkeiről és bűneimről ne emlékezzél meg, kegyelmet szerint emlékezzél meg rólam a te jó voltodért, Uram. Ugyanez a gondolat köszön itt vissza Balassinak ebben a költeményében. Az akrosztikon tehát névrejtés, és a strófa főkben, a versfőkben ezeket a betűket összeolvasva Balassi Bálintnak a saját nevét találhatjuk meg. A Balassi Bálint emlékkard irodalmi díj, amely a magyar líra élvonalába tartozó európai szellemiségű költőket, valamint a magyar költészetet, köztük Balassi Bálint verseit fordító, idegen anyanyelvű külföldi irodalmárokat tünteti ki. Maga a díj egy középkori mintára kovácsolt végvári szabja, melyet kitüntetésként az arra érdemes költőknek adnak át. Balassi életműve felmérhetetlen hatású az irodalmi régiségben, sőt tovább egészen a 20. századig és napjainkig tart. Legnagyobb követőjeként talán Ady Endre istenes verseit lehetne említeni, de a szerelmi énekei és a vitézi énekei számos követőre találtak. Ezek közül egyébként a legfontosabbak, ahogy már említettem, a saját maga által írott könyve, a saját maga szerkesztette verseskötet, valamint tanítványának és titkárának a műve, a Balassi epicédium, amelyben költői emléket állít mesterének, valamint a Balassa kódex, amely néhány évtizeddel később készül, kézírásos mű, és a saját keze által írott könyvének a másolata. De egyébként olyan későbbi költők és nagy egyéniségek könyvtárában is megtalálható volt Balassi Bálint költeményei, megtalálhatóak voltak a versei, mint Zrínyi Miklós, akiről majd a következő órán fogunk beszélni a barokk eposz kapcsán és a barokk életérzés kapcsán. Zrínyi könyvtárában megtalálható volt egy kötet, amelynek az volt a címe, hogy Balassi Bálint fajtalan énekei. Ez alatt nehogy valami fajta szexuális perverziót értsetek, sokkal inkább azt jelenti ez a címzés, hogy a középkori retorika szerint más műfajban nem sorolható, az a bevett műfajokban nem sorolható műfajon kívüli versek, ide egyébként elsősorban a szerelmi költeményei tartoztak. Ennyi volt a mai irodalomóránk, köszönöm, hogy velem tartottatok. Tudjátok, adásunkat visszanézhetitek a weboldalunkon, tanuljatok jól, készüljetek az érettségire, további szép napot kívánok, sziasztok!